így fog kinézni egy jelenet. Jó. Majd a fákjákat le fogjuk cserélni, meg ilyenek, és akkor jó lesz ez. Hát... Jó, hát nyilván nem tudtál varázsolni fényeket. Igen. Ez számomra nyilvánvaló. Fényeket szerintem nem is nagyon kéne ide varázsolni, nem? Hogy azzal akarunk világítani? Majd hosszú távon. A fás ládában elég sok fa van. Igen? Hát már megint több, mint egy... picit több, mint egy stack. Zenek ugyanilyenek. Úgyhogy ez így el van ez a rendszer, tehát tényleg ez a... 3 percenként egy kis szenet adunk neki, és akkor azzal úgy el lesz. Lehoztam most a dolgokat, ez most már több mint 2 stack fa van nyers fa tartalékba, úgyhogy rövidesen. Jó, az első emeleten lesz a tankraft? Szerintem igen. A második emeleten lesz az enchant? Igen. Én úgy látom, hogy tehenek is egyre többen vannak. Azt nem mondom egyébként, hogy gyorsan szaporítja őket. De legalább nem kell nekünk rá odafigyelni. Ez így van. Ha megint elkezdett esni az eső, már pedig elkezdett. Úgy hallom, hogy ennek te csak örülni tudsz. Hát, nem bírom. De hát komolyan, de hát, mit csinálják? Jó, nem bírod, értem én. Azt nézem, hogy a copperből van viszonylag kevés. Brekéhez viszont nem hoz föl túl sok szenet. Ez nem volt megcsinálva az is, hogy... Miért? Leestem a második emeletre mindig. Igen? Igen. Kínos. Igen. Ha alszunk egyet, akkor eláll az eső. Ez milyen összefüggés volt? Játéktechnikai. Nem szokott elaludni, nem mindig. De igen. Csak az a baj, hogy... Én most építkezem. Az a baj, hogy nappal nem lehet aludni. Jó, szerintem lesz elég cukornádunk és így papírunk is. Hát. Most learatok. Ennek én tudok szépen örülni. Nem foglalkozok a veszteséggel, ami hogy beesik a vízbe, az úgy járt. Én úgy döntöttem, hogy elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy lenyeljünk némi veszteséget cukornádból. Akár. Ezt megtennéd, hogy csinálsz nekem majd felkel és hozol? Persze. Köszönöm. Hát így veszteséggel 3 stack cukornát. Az igen. Tehát azért mondom, hogy szerintem megtehetjük. Az igazság az, hogy elég nagy gazdálkodást kezdtünk itt összerakni. Hát igen. De ez azért jó, mert így a mondjuk ilyen, hogy papír, ez már nem lesz probléma.
ugye automatán etetjük az állatot, ami ez... Tehát bőr sem lesz egy idő után probléma. Igen, a bőr sem lesz probléma, meg akkor a kaja se. Automatán termeljük a búzát, ami az állatetetéshez és a fa termeléshez, tehát a fa anyagok sem nagyon problémásak innentől kezdve. Jó ez a feed the beast, nem? Ja, és egy csomó almát is kapunk egyébként a fa termelés által. Mivel egy idő után lesz aranyalma. Milyen alma? Aranyalma. Az is lesz, igen. Jó, akkor én szerintem most kiveszük ezt innen, csináljunk tint, csináljunk tint, igen, itt kiveszük a kavicsaidat, és rakunk be másik kavicsokat. Nem az. Ez. Meg. Ez. Ne feled, hogy kértem. Mit kértél? Fákját. Igen. Mennyire kell rengeteg? Hát így 30 darab az elég. 7x4 az 28-at fogsz kapni. Az is elég. Igen. Nem, azért mondom csak, mert 7 darab faszenet találtam, aztán. Eszek egy kis almát, és utána fölmegyek hozzá. És hogyha neten, de van egy kis üveged. Már itt vagyok, a torony aljában. Akkor van nálam üveg. Nincs nálam üveg, viszont hoztam... Nálam van. Hoztam neked fákját. Köszönöm. Azért így látjátok, ugye, hogy gyűlik az alapanyag. Én meg úgy látom, hogy lehet, hogy én is beteg leszek. Kezdesz lebetegedni? Hát hallod, hogy köhig csélek, meg fújdoklok. Persze. Nem meghatározó, attól még a YouTube felvételnek mennie kell. Így van. Oké, Mindjárt kész van a kék szín után mi jön? A kék szín után mi jön? Igen, mert ugye lent volt a Minecraftos, itt az Enchantos. Uh-huh. Jön a következő, az mi lesz? Van nálad kard? Van. Eléggé van használva, de van. A hálórész. Hálórész. Én nem tudom, hogy a Traumcraftban ugye jönnek majd a gólemek, és akkor azok majd rendszereznek nekünk, de hát azokat nem ott fogjuk úgyse. Nem, hát ami még kell, vagy Enchant, Downcraft. A könyvek. A kémia. Hát az az Enchant. Ja, hogy a világok. Igen. Hát szere... Igen, hát az mágia, nem? Jó, az is egy külön, igen. Az is egy külön szint. Okay.
Tök jó, most így hirtelen azt se tudom, merre akartam és mit csinálni. Akkor alsóban hangon meg kell legalább 3 szint. Hát összesen 3, igen. Nem összesen, még 3. A 3-on fölül? Hát igen, mert hogy most vagyok a második szinten. Az most kezdtem az, az enchant. A következő a könyvek, igen? Igen. Utána még jön ugye egy ilyen bájitalfőzős. Nem, az a Towncraftos szinten van. Nem tudsz bájital... Ja, hogy brewing. Aha, bájitalfőzés, igen, jó. Igen. Igen. És akkor a legutolsó szintben pedig lesz a rejtett szobából, de ott már ugye a pokol kapnak. Jó. Teljesen jó. Akkor még 2 szint plusz a teteje. Ez nem egy külön választott épület lesz, hanem egy erősen multifunkcionális. Ám de nem kicsi. Figyelj! Mondd. Gyere ide kívülre, mielőtt folytatod ezt az üvegezést. Miért? Nem jó? Mondom, gyere kívülre. Jó. Igen? Gyere ide, ahol én állok. Igen. Nézd oda. Nézd oda. És szerinted ez mire hasonlít? Mire hasonlít? Hát... olyan nagyon kocka, nem? Nem kerekítünk valamit ezen? Nem. Jó, oké, megbeszéltük. Most erre mit mondjak neked? Nem mondtam ezt most már, de valóban kocka lett. Mert kockára építettem, igen. Jó, ez egy mágus kocka. Már, de miért a mágus tudom, hogy az csak kerek lehet? Ez egy Minecraftos mágus továny. Minecraftban meg mögötted, kocka. Mögötted pók. Te mögötted meg így jársz. De te vagy a kemény csávó, akinek van kardja. Igen. Na, tehát te azt mondod, hogy ez így nem. Nem, csak úgy felvetettem az ötletet, hogy... Jó, és hogy alakítanád át? Most akkor már gyere, és beszéljük meg. Itt vagyok, gondolkodok. És azt nézem, hogy ott a sarka... akár egy kicsit, ha kitudorodik ott a tetejénél valami, vagy szűkül, vagy akkor adjunk neki valami piramisos formát úgy fölfelé, érted? Tehát, hogy valami ne ennyire homogén legyen a minden felület. Érted? Nekem az a bajom, hogy így folytatom, és még lesz rajta 3 szint, akkor tisztán olyan lesz, mint egy ilyen kisebb ületvét center. Hát igen, ezért mondtam, hogy álljunk meg. Gondolkodjunk el. Nekem tetszik a World Trade Center formájú mágus torony is, csak akkor... Nem, az teljesen igazad van, hogy ennek nem mágus torony feelingje van. Csak még nem tudom, hogy... De fikázni tudtam, de ötletet adni még nem. Jó. Akkor... De hogyha a teteje felé valamit... Várjál, mi lesz még benne? Az első szinten lesz... Piros szint a Towncraft. A két szint? Szerintem az legyen a könyvtár, tehát ez a... Hogy hívják ezt? Enchant? Nem enchant, hanem... Ja, hogy a világok. A világok, igen, és akkor utána már tudsz szűkülni fölfelé, hogy könyvtár, aminek ugye kisebbnek kell lenni, az enchanttal. Nem, most mondtad, hogy könyvtár. Hát az a kék. Nem könyvtár, bocsánat, de tehát az enchantingnál könyvespolcok kellenek. Érted? Akkor mit szólnál ahhoz?
hogy 15 darab könyves volt, tehát ez sokkal kisebb helyet foglal el, mint a könyvek a világokkal. De... Hogy nem, mert az a baj, hogy ha lépcs, tehát gyere, mutatok. Jövök. Mert ez itt még tök jó. Bejössz, ez itt ilyen izé-bizé, fölmész első szinten, Towncraft, meg nem tudom micsoda. Ugye? Igen. Igen. Második szinten itt lesz a könyvek. Igen. Ugye? És a harmadik szintre mi lenne, hogyha már nem lehetne fölmenni? Tehát a harmadik szint az már nem szint lesz, hanem a harmadik szinten az enchantok lesznek, ahova be tudsz teleportálni. Hát valami ilyesmiről beszélek, csak azt mondom, hogy az már nem baj, hanem kocka formájú, nem? Ez nem lesz kocka, az kerek lesz. Oké. Okay. Jó, akkor ezt itt lebontom ennek a tetejét. Jó. Viszont akkor azt kellene csinálnod, hogyha arra megkérhetnélek, hogy... Igen. Hogy kellene annyi könyv, ilyen link, hogy le lehessen rakni a szinteket. Tehát, hogy, mert hogyha én ezt elkezdem építeni, akkor nem fogok tudni sehogy közlekedni. Értem, amit mondasz. Hogy működik ez? Hoppá, felszedtem egy csomót, várjál. Hogy érted, hogy működik? Hát, kérdezem. Mi hogy működik? Hát ez a könyves történet. Hát, mint a világoknál, nem? Nem. Az aktuális világból valami trükkel lehet csak világon belül teleportálni. Igen? Igen. Mindjárt kiderítem. Jól van. Én nekem vannak sejtéseim, hogy milyen forrásból lehet ezt egyébként megnézni jól. Na. Hát, van nekünk egy nagyon jó barátunk, a Nari. Narinak volt egy tenger alatt járós videója, ahol pont ezt mutatta meg, ha jól emlékszem. Nem baj, én most máshol keresem, most nem akarok elkezdeni videókat nézegetni. Úgyhogy olvasok. Videófelvétel közben nem nézegetsz videókat, logikusan hangzik. Helye. Megdoblak pókszemmel, hihi. Csomó mindenre nem tudom, mire való, de tök jó. Igen. Jó, hát gyűlöget az alapanyag, gyűlöget az alapanyag. Mit mondtál, hogy mennyi szikóriumot szeretnél használni? Nem tudom, hát használni tudom. Jó. Nem tudom még, mi mindent lehet ezzel a rolling machine-nal csinálni. Item subset. Te, itt egészen érdekesen lehet szűkíteni a kereséseket. Mit szólsz hozzá? Mármint mire gondolsz?
Hát, ahogy mondom. Viszont most lenne egy kérésem, egy ilyen kis pauza. Igen.